A decemberi magyar-horvát közös rendezésű női kézilabda Európa-bajnokság kampányfilmében Görbic Anita a főszereplő. A pályán viszont a terhessége miatt nem lesz ott, így helyettesek kerestetnek, akik közül kiemelkedhet a 18 éves Tóth Gabriella. Lássuk az ifjú tehetséget edzői értékelésekkel együtt, hogy utána az anyai örömök mellett a kézilabdába már visszatérő Tápai Szabina következzék majd. A főszerep Görbic Anitáé. Legalábbis a decemberi magyar-horvát közös rendezésű Európa-bajnokság hivatalos kampányfilmjében. Mert az élet már más szerepet szánt a válogatott irányítójának. Görbe anyai örömök elé néz, így idén már nem játszhat. Hiába ő az EB arca. Ő pedig már a jövőé, ezért jól nézzék meg, mert lehet, hogy évek múlva már Tóth Gabriella lesz a magyar női kézilabdázás legismertebb arca. De úgy tűnik, a Moson-Magyaróvár 18 éves tehetségének hamarabb eljött az ideje azzal, hogy Görbic Anita babát vállalt. Elsőnek azt gondoltam, hogy megnőtt ugye a lehetőség arra, hogy bekerüljek a szűk keretbe. Mert úgy gondolom, hogy van is rá esélyem. Volt a Görbe, meg a Zizi, és úgy gondoltam, hogy nem sok esélyem van, de mikor megtudtam, hogy terhes lett, akkor én izgatott lettem, és belegondoltam, hogy mi lenne, ha ott lehetnék az EB-n. Az egy magyar közönség előtt, az azért nem lenne olyan rossz. Mint egy tündérmese, úgy alakul eddig Gabi pályafutása. Annyi biztos, hogy jelenlegi edzője Róth Kálmán érdekes körülmények között talált rá a fiatal kézisre. Egy jó barátom ajánlotta be, hogy van Perettyóújfaluba egy kiváló tehetségű fiatal játékos, aki már az NB2-ben is játszik, és 13 éves. Hát azért ez egy óriási dolog, amikor egy 13 éves gyerek felnőtt bajnokságban játszik, és hát gólokat tud lőni. Akkor én megkerestem a szülőket, akik egyébként Komádiba laknak, elhívtam őket Győrbe, és hát sikerült rábeszélni őket arra, hogy ide jöjjön a Gabi. Nem véletlenül tartják Görbic utódnak. Két évvel ezelőtt elsőként kapta meg a Görbic Anita díjat, amit az utánpótlás legtehetségesebb játékosának ítélnek oda. Óriási tehetség, tehát ritkán lát ilyet az ember. Egy csiszolatlan gyémántot láttam benne, tehát azt a fiatal embert, aki egyrészt imádja a játékot, másrészt pedig óriási fizikai képességei vannak. Gabi általában a korosztályánál idősebb csapatokban játszik. Nyáron még a junior VB-n villogott, majd a felnőtt válogatott szövetségi kapitánya Németh András is behívta a keretbe. A felkészülési mérkőzéseken pedig meggyőzte a szakembert. Ő az egyik jelöltünk, igen, egy fiatal tehetség. Bizonyos mértékig előnye lehet, hogy kevésbé ismerik. Az a kérdés majd, hogy mennyire, amikor ez a feladat oda kerül és tényleg meg fogja kapni, mennyire hisz majd önmagában, mennyire lesz bátor, mennyire tudnak neki a többiek segíteni. Hát sok összetevős ez a dolog, de ő az egyik ilyen játékos, akinek előtt most megnyílhat egy lehetőség. Támadó játékban ő gólveszélyesebb, mint általában ezt a pozíciót jellemzi. Illetve az az előnye, mondtam, hogy nem ismeri senki. Pontosítva a nemzetközi mezőnyben. A magyar élvonalban ugyanis már 2011-ben bemutatkozott győri színekben. Majd két veszprémi szezon után most már a Moson-Magyaróvári együttes húzóembere és legeredményesebb játékosa. Úgy gondolom, hogy védekezésben most nagyon sokat fejlődtem. A védekezést azt erősségemnek mondanám, és támadásban pedig a talajról lövéseim, és talán gyors a lábam is. Ezt tudom kamatoztatni. Persze, azért még néha izgulok, de ez előbb-utóbb úgyis levetkőzöm majd szerintem, de még így nehéz 18 évesen bekerülni. Van, aki például több mint 8 évvel idősebb, mint én, úgyhogy az úgy kicsit nehéz. Gabi hivatalosan a győri Audietto játékosa, így megvan rá az esély, hogy a jövő évet már a kétszeres bajnokok ligája győztes csapatban kezdje meg. Én azt gondolom, az idei évben már öt fölvitték volna, de ugye a két klub, két NB1-es klub között van egy olyan megállapodás, hogy nem szerette volna az Audietto túlságosan meggyengíteni az Óvárt, és mi is úgy ítéltük meg, hogy egy év még kéne a Gabinak, hogy az NB1-be komplett mérkőzéseket játszon, hiszen amennyiben fölkerült volna az Audietto-ba, ott a jelenlegi játékos keret alapján kevesebb játék lehetőséget kapott volna, és úgy ítéltük meg az Ambros Martinnal és a klubvezetéssel, hogy
hogy szerencsésebb lenne, ha még ő ezt az egy évet itt tölteni. Én valószínűleg tartom, hogy a következő szezont már az anya egyesületénél fogja tölteni. Kálmán bá is mindig bíztat engem, és mindig ugye elmondja, hogy tudni kell, hogy honnan indultunk, úgyhogy bíztat mindenki.